Az Úszó megyei Diákolimpia 2015-16-os tanévi B kategóriás 3., 4. és 5., 6. korcsoportjában indultak a diákok. A fiúk és a lányok is minden úszóversenyszámban nevezhettek. Az iskolák nagy része már rutinosan készíti fel a tehetséges diákokat a megyei megmérettetésre. Heti kétszer szoktunk vásárosnamibe edzeni, de például most a Diákolimpiára ott készültünk Szalkán, Nyírbátorban, mivel hát nálunk nincs olyan lehetőség, hogy 25 méteres medencébe edzünk, és hát ilyenkor már heti négyszer edzettünk leginkább, és hát lényegében felkészültünk leginkább a versenyre. Még 2011-ben az újjáalakult megyei úszószövetség létrehozta a Szabolcs Tour versenysorozatot azoknak a diákoknak, akik nem A kategóriás versenyzők, azaz a Magyar Úszószövetség égisze alatt nem versenyeznek. Számukra szólt az egy tanévre szóló 8 helyszínen megrendezett megyei versenysorozat. Azóta a gyerekek létszáma megduplázódott a Diákolimpián, sőt a B kategóriában is szépen szerepelnek. Rendkívül sok versenyző van, aki nagyon jó időket úszik, tulajdonképpen már A kategóriás szintet is úszik, úgyhogy ha a versenyzőnek az edzője úgy dönt, hogy ő már olyan eredményekkel büszkélkedik, az A kategóriába átkerül természetesen, és akkor a Magyar Úszószövetségnek a regisztrált versenyén is részt lehet. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület volt a fő szervezője és a rendezője a versenynek. A szervezet szeretné, ha több sportágban is segíthetnék az utánpótlás kinevelését a megyében. A Diáksport kötelékein belül minden sportágat ugyanúgy szeretnénk támogatni és megteremteni a lehetőséget arra, hogy a sportolni vágyó gyerekek megtalálják a számításukat. Azt hiszem, hogy nekünk ez a feladatunk, illetve hogyha még valamit ki kellene emelnem, akkor kiemelném azt, hogy a fogyatékosokkal való együttműködést azt mindenképpen szeretnénk még szorosabbra fonni. A Diákolimpián legjobban szereplő úszók elismeréseket vehettek át, a kategóriák győztesei pedig tovább jutottak a március 19-i és 20-ai Miskolci országos döntőbe.